Az idei év jelmondata a víz a békéért. Román István főispán köszöntő beszédében kiemelte, a víz és a béke rendkívül nagy érték, de az értékeket sajnos csak akkor becsüljük meg, ha már nem áll rendelkezésünkre. Ezt erősítette meg a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság szakembere. A víz abban az esetben fogja a békét tartósan szolgálni, hogyha a vízhez való hozzáférést akár az országoknak, akár az érdekcsoportoknak egyenlő módon tudjuk biztosítani, és bármilyen probléma merül fel, akár országhatárokon belül, vagy országhatáron kívül, az közösen együttműködve kell ezt megoldani. A víz békét teremthet, de olykor konfliktusok forrása is lehet. Ha kevés, ha szennyezett, ha nem fér hozzá mindenki egyenlően, mind-mind feszültséget kelthet a közösségek vagy országok között. Boutros Ghali mondta 85-ben, hogy a következő háborút a Közel-Keleten a víz miatt és nem pedig politikai kérdések miatt fogják megvívni. Bár ebben talán nem lett igaza, de a víz továbbra is egy komoly konfliktus forrás ebben a térségben. Vagy 95-ben a Világbank akkori alelnöke mondta, hogy míg a 20. században inkább az olaj miatt, a 21. században vélhetően a víz készletekért fognak majd harcolni az emberek. Vagy 2001-ben Kofi Annan akkori ENSZ főtitkár mondta, hogy megindult a versenyfutás a tiszta vízért. Elég vészjóslóan hangzanak ezek a kijelentések, de el kell mondani, hogy nem csak politikusok vizsgálódnak és tesznek kijelentéseket, hanem nagyon sok szakmai publikáció jelent meg. Egy önálló tudományággá fejlődött a vízdiplomácia. Az éghajlatváltozás hatásai egyre jobban érezhetőek. Legértékesebb erőforrásunk védelme és megőrzése érdekében sürgősen szükség lenne az országhatárokon belüli és az országok közötti összefogásra.